idén is fergeteges programokkal, érdekes látnivalókkal és hagyományos disznótoros ételekkel várják a látogatókat az 5. Böllér Fesztiválra Kistarcsára. A hagyományosan február első hétvégéjén megrendezett fesztivál mára a város egyik legnépszerűbb programjává nőtte ki magát. Az év ezen időszakában az esemény nem csak Kistarcsa, de a térség egyik meghatározó rendezvénye is. Tehát bízunk abban, hogy a korai évelei időpont ellenére meghatározó ez a rendezvény itt a kistérségünkben. Mi ezért mindent megtettünk, ami erőnkből és tapasztalatunkból telik. Ennek csak az időjárás szabhat határt, mert a hely az adva van, a főpróba a tavalyi évben megvolt, és azt gondolom, hogy a végletekig kihasználva a területet, ez a 18 csapattal, aki most a jelentkezését leadta, be fogjuk lakni teljesen az ifjúság teret, és hát nyilvánvalóan fogjuk tudni fogadni a nagy létszámú érdeklődő közönséget. Január közepén zárult le a versenyfelhívás, és 18 csapat jelentkezett, főként ugyanazok a csapatok, mint tavaly, illetve kiegészült még különböző nemzetközi csapatokkal is. Itt gondolok Torjára, Fancsikára, aki Kistarcsának egy új testvértelepülése, és Előpatakra, tehát idén is nemzetközi lesz a Böllér Fesztivál. A ország másik pontjáról, Békés megyéből érkezik hozzánk Gádoros, és helyi cégek, környéken lévő cégek, baráti társaságok és különböző szakmai érdekképviseltek is jelentkeztek és megmutatják magukat. Szükséges eszközöket a csapatoknak kell biztosítani. Tehát itt gondolok ugye az éles késre, a hurkatöltőre, a különböző eszközökre, pörzsölőre, gázpalackra, meg ami kell a disznóvágáshoz. Egyéb feltételeket pedig önkormányzatunk biztosítja. Ez azt jelenti, hogy például a melegvizet, a fát, a sátrat, az asztalt, a széket, a jó hangulatot, a zenét és az egyéb feltételeket, szervezői csapatot, vendéglátást, kordonokat, biztonságot, zenét, ezt mind az önkormányzat biztosítja. Előző nap pénteken kezdődik igazából a verseny, tehát akkor pakolnak be a csapatok, akkor szortírozzuk szét a sátrakat, hogy ki hová kerül, illetve le lehet pakolni az eszközöket. Majd másnap, tehát szombati napon, 6-án, a Böllér Fesztivál napján pedig reggel 6 órára kell érkezni. Fél 7-kor lesz a megnyitó, amelyet Solymosi Sándor polgármester úr fog tartani. Ez mellett egy munkavédelmi, balesetvédelmi oktatáson is részt fognak venni a csapatok. Ezt követően 7 órakor, terv szerint pedig a sertéseknek a szúrását kezdjük meg. A 6-tagú zsűri nem csak a késztermékeket fogja pontozni, hanem a nap folyamán munka közben is több aspektusból értékeli majd a csapatokat. A zsűri prominences tagja Penke László, olimpiai bajnok mesterszakás lesz, Herzko János bácsi, ő helyi születésű, itt lakik helyben Kistarcsán, és aki szintén mesterszakács, Dr. Gotthárd Gábor, a 7. kerület jegyzője, ő már nagyon régi zsűri tagunk, Juhász István, a Kistarcsai Vállalkozók baráti köre, szintén tiszteletbeli zsűri tag, Ország Tibor Hentes mészáros, és Kovács Géza mesterszakács. A csapatoknak délután 2 óra körül végezniük kell a feldolgozással, és a tervek szerint 4:30-kor kerül sor a verseny eredmény hirdetésére. Első 3 helyezettet külön díjazzuk, ez azt jelenti, hogy összességében, tehát a legjobb első 3 helyezettet, és ezen kívül lesz 17 külön kategória. Ez azt jelenti, hogy a különböző kategóriákat, csak példaként sorolok, mert ugye több kategória van, például a legszebben megjelenített étel, a legszakszerűbb feldolgozás, a legjobb pálinka, a legjobb töpörtyű, legjobb hurka, legjobb kolbász, legjobb vendéglátó csapat, legtisztábban dolgozó csapat, tehát külön kategóriákba is fogunk díjazni, de a lényeg, hogy az első, második, harmadik helyezett, igazából ők lesznek a rendezvénynek a győztesei. Ez azt jelenti, hogy ugye ők kapják a nagykupát, és az első helyezett egy egész élő sertést fog kapni ajándékként, ami Kohajda Péter és Legyendi Gábor felajánlás, és ezen kívül még több értékes ajándékot is fogunk osztani a támogatói cégeknek a jóvoltából. Az ide látogató vendégek konkrétan nem kóstolhatnak,
ugyanis erre nincs engedély, mivel ugye a sertéseket frissen vágjuk le, tehát élő sertéseket vágunk le, ez azt jelenti, hogy még különböző vizsgálatokat meg kell várni ahhoz, hogy ez kóstolható legyen. De kínálgatás azért lesz, mint minden évben, és az erre kijelölt hivatalos helyen pedig házi jellegű termékeket lehet vásárolni. A Kistarcsai Ifjúságtér a város szívében a 3-as főúthoz közeleső terület, ahová többféle tömegközlekedési eszközzel, busszal vagy akár hévvel is el lehet jutni. Így a Böllér Fesztivál valamennyi érdeklődő számára könnyen megközelíthető. A rendezvényen ezúttal is minden látogató találhat majd kedvére való programot. A rendezvény az az önkormányzat szervezésében valósul meg, és a különböző kísérő rendezvények pedig azt a célt szolgálják, hogy kiérdemelje a rendezvény a fesztivál nevet, illetve hogy minden korosztálynak, minden érdeklődési körnek tudjunk valamilyen programot biztosítani, amely remélhetőleg a tetszésüknek megfelelő lesz. Így lesznek gyermekprogramok is, meg a felnőtteknek szóló mulatos vagy egyéb programok is, és maga aztán a csapatok által kínált látványosság és a vásárosok sem egy utolsó néznivaló a rendezvényen. Lesz népi játszóház, akkor lesz ilyen népi élménypark, kézművesek lesznek, iparművészeti termékeket árusító kereskedők. Ez mellett ugye a színpadi programok azok mindig kiemelt szerepet kapnak. Utcabál lesz, a Prestige Band fog folyamatosan játszani, 12 órától Bagdi Erzsébet nótaénekes, 13-tól 14 óráig Varga Ferenc és Aradi Tibor humoristák fognak fellépni, 15 órától Unyós Pityú, ezen kívül lesznek helyi fellépők is, a Kéknefeles népdalkör, a Szeretett dalkör, folyamatos zene lesz a színpadon, és ez mellett még hívtunk egy cigányzenekart is, ők a csapatoknak fogják húzni a talpalávalót, illetve lehet majd nótát kérni tőlük, Kónya András és cigány zenekara lesz majd. Ez a nyitó rendezvény, és erre szeretnénk felépíteni az évünket, a többi rendezvényt is, a többi fesztivál jellegű rendezvényünket, és hát bízunk abban, hogy ez egy olyan belépő lesz, amely miatt továbbra is úgy fognak emlegetni bennünket itt a környéken, mint a fesztiválok, a rendezvények kis városkája, ahová érdemes eljönni. Így ajánlom a figyelmükbe, hogy február 6-án feltétlenül tegyék tiszteletüket itt Kistarcsán, biztosan meg fogja érni. 2016. február 6-án tehát reggel 6:30-tól egészen a Prestige Band este 8 óráig tartó utcabájáig várják az érdeklődőket Kistarcsán az Ifjúság téren megrendezett 5. Böllér Fesztiválra.